Tavasszal volt a diplomaosztó, de ugye mivel külföldön focizom Németországban, ezért azon nem tudtam részt venni, és most nyáron így volt alkalmam átvenni. 7,5 évet tanultam ugye összesen az egyetemen, ez műszaki menedzser szakból szerzett diploma, és hát nagyon boldog vagyok, hogy végre sikerült megszereznem. Petra életében a labdarúgás mellett a tanulás is mindig nagyon fontos szerepet játszott, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy kitüntetéses diplomát szerzett. Mivel a középiskolai tanulmányaim során megtanultam beosztani az időmet, hogy hogy tudom a focit és a tanulást is magas szinten végezni, ezért az egyetemre is ezt át tudtam vinni, és ennek köszönhetően úgy gondolom, hogy jól sikerült a diploma. A válogatott játékos pályafutása Máté Szalkáról indult, ahol iskolájában a dicsőségfalra is felkerült. Én szerettem tanulni, szerettem képezni magam, szerettem minél nagyobb tudással rendelkezni, anélkül szerintem nem is tudtam volna így végigvinni sem a középiskolát, sem az egyetemet. Tehát ez így belülről fakadt. Szerintem nem sok gyereknek mondja azt az anyukája, hogy ne tanulj már annyit. Nekem mindig anyukám mindig azt mondta, hogy jó a 4-es, nem kell mindig 5-ös, kevesebbet tanuljak, pihenjek egy kicsit, kapcsoljak ki. Hát nekem egy kicsit valahogy fordított irányból volt ez a bekattanásom az iskolával kapcsolatosan, de úgy gondolom, hogy ez pozitívum. Nagy öröm inkább a számunkra az, hogy ő eljutott idáig a sport területén, de mi kiemelném külön azt, hogy nem csak a sportban, hanem a tanulmányban is jeleskedett, mert nekem mindig az a mottóm, hogy a sport az egy átmeneti dolog, de valamivel még állni kell az embernek a lábán. Az egész iskola körülvett, nagyon aranyosak voltak, kérdezgettek, és mindenkinek aláírást kellett adnom. Szégyellem is egy picit magam, mert kevés kártyát vittem, és nem jutott mindenkinek. Tehát összetörtem egy picit a gyerekek szívét, de megígértem nekik, hogy 2 hét múlva visszamentünk látogatóba a mamámékhoz, hogy akkor majd hozok, akinek nem jutott, mert még volt otthon egyébként kártyám, és akkor visszavittem, és aranyosak voltak, mert még akkor is megismertek, hogy Petra itt van, hozott nekünk kártyát, nem felejtett el, úgyhogy nagyon jól esett, és nagyon boldog vagyok, hogy így emlékeznek rám, és így felnéznek rám. Én a magyar és nyelvtan és irodalmat tanítottam neki, de mivel osztályfőnöke voltam, számos kiránduláson vettünk részt együtt, így azért nagy családként éltünk. Ez ritkaság a mai világban, de mindent megteszünk ennek érdekében. És itt szeretnék is elmesélni egy sztorit. Az ő gyerekkorában minden nyáron elmentünk egy-egy hétre táborozni. Az egyik ilyen alkalommal egy ott lévő csapat hívta a fiúkat egy foci meccsre, és megülkönnyödve nézték, hogy mi az, hogy egy lány akar velünk focizni. És 5 fiút úgy leiskolázott, hogy azt mondták, hogy most már állítsuk ki a hölgyet innen. Petra elmondása szerint a honvágyát még nem tudta leküzdeni, számára fontos a család, és nem mindig könnyű a távollét. Ez még nehézséget okoz úgymond a légióskodásomban, mert tényleg nagyon hiányoznak ugye a szüleim, a szeretteim, a családom, ez a légkör. Úgyhogy ezt nem tudom azt mondani, hogy ezt félre tudtam teljesen rakni. Az idei felkészülést úgy gondolom, hogy sikerült hasonlóan jól kezdenem, mint a tavalyit. Gólt is szereztem ugye edzőmérkőzésen, aminek külön örülök. Hát idén sem lesz könnyebb dolgom, mert 3 játékos is érkezett a posztomra, tehát a konkurencia az még nő. De én mindent megteszek azért, hogy az idei évem jobb legyen, és remélem, hogy ebben támogatást is kapok, és elkerülnek az ilyen visszahúzó körülmények, mint a sérülés, vagy betegség, és egyéb.